Kedves Maros István, azt mondják, a Computational Techniques of the Simplex Method című 2002-ben Bostonban megjelent könyvében leírt módszereken alapszik minden mai modern optimalizáló szoftver. Miről szól ez a könyve, és mi motiválta a megírását? Ez a könyv egy kutatási monográfia. Ebben foglaltam össze tulajdonképpen az életem folyamán a legfontosabb kutatási eredményeket a lineáris programozásnak a területén. Pontosabban szólva a lineáris programozás egyik megoldó algoritmusa a simplex módszer területén. A sors úgy hozta, hogy 1968 után 70 körül az intézet, ahol akkor dolgoztam, kapott egy megbízást az országos tervhivataltól, hogy egy nagy lineáris programozási feladat megoldására volna szükség, és hogy próbáljunk valamit csinálni. Akkor már voltak modern számítógépek Magyarországon, de a képességeiknek olyan volt, hogy a tervhivatal által igényelt méretű feladatot nem volt képes megoldani, és ezért kaptunk mi megbízást, hogy próbáljunk túljárni az eszén, és valami olyan megoldás, módszert kitalálni, ami az adott körülmények között, az adott számítástechnikai bázison meg tudja oldani a tervhivatalnak a feladatait. És így fokozatosan egyre több új algoritmikus technikát sikerült találni, és a későbbiekben, amikor sikeresen megoldottuk a tervhivatalnak a feladatait azon a számítógépen, ami a rendelkezésünkre bocsátottak, későbbiekben még tovább folyt ennek a ötletsorozatnak a fejlesztése, és nemzetközi színvonalú komoly publikációk születtek belőle, és hát egy kicsit felfigyeltve a világ és ezeknek a technikáknak, módszereknek és algoritmusoknak a szisztematikus összefoglalása ez a kutatási monográfia, ami megjelent. Ezek gyakorlati példákat tartalmaznak, vagy elméleti leírásokat? Gyakorlati példákat nem tartalmaz. Algoritmusoknak a leírását és az algoritmusok helyességének az bizonyítását tartalmazzák. Azt még megkérdezhetem, hogy az, hogy nagyméretű, az hogyan definiálná? Köszönöm a kérdést, ez egy érdekes fogalom, ugyanis ez történelmileg változó, amit tekintünk nagyméretűnek és kisméretűnek. Amikor először kezdtek megoldani lineáris programozási feladatokat, lineáris optimalizálási feladatokat, akkor ha 50 feltételből állt egy egyenletrendszer, és mondjuk 100 változóból, akkor az már óriási méretűnek számított, órákig futott, míg valami megoldás született. A 60-as évek közepére ez a méret, tehát 50 feltétel, vagyis 50 egyenlet és 100 változó, ez közepes méretűnek számított. Manapság egy ilyen méretű feladat kicsinek számít, 1-2 másodperc alatt meg lehet oldani a jelenlegi algoritmikus és számítástechnikai körülmények között. Tehát most, hogy mind számít nagyméretűnek, több ezer feltétel, vagyis több ezer egyenlet, és több tízezer, esetleg több százezer változó, ezeket meg tudjuk oldani perceken belül. Hadd kérdezzek egy pár dolgot az életéről. Nyíregyházán született 1941-ben. Milyen emlékei vannak a gyerekkoráról? Hát ez egy érdekes dolog, mert a Nyíregyházához tulajdonképpen csak az a kötődésem, hogy ott születtem, illetőleg a nagyszüleim ott éltek. A család tulajdonképpen Felvidékről származik. 1964-ben az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen szerzett kitüntetéses matematikusi oklevelet. Miért lett matematikus, és milyen érzés volt kitüntetéssel végezni? Hát eléggé kacifántos útja volt annak, hogy én matematikus lettem. Apám gépészmérnök, és volt neki egy saját erőből elindított vállalkozása, ami idővel aztán elég jól működött, de rövid életű volt, mert 48-ban államosították. Most annak idején, amikor én egyetemre kerültem, 1959-ben pontosan kerültem volna, akkor azonnal mondták, hát ez egy kapitalista ember, ennek a fia, az osztályidegen, X-es származású. Úgyhogy hiába csináltam jó felvételi vizsgát, a műegyetem gépészmérnöki karára kaptam egy értesítést, hogy helyhiány miatt nem vesznek föl. Nem azért, mert nem sikerült a felvétel, helyhiány.
de fellebezni lehet a rektorhoz. Hát mit csináljak? Fellebeztem a rektorhoz. A rektor közölte, hogy helyhiány miatt nem vehetnek fel, lehet viszont fellebezni a minisztériumhoz, művelődési minisztériumhoz. Jó, fellebezünk oda is, ez a nyár, 59 nyarra ezért telt el, és akkor a beacon sportoltam, és a beacon keresztül tanácsolták, hogy tudnak segíteni, hogy hát a 5-ös órán tudományegyetemi karra, ha szeretnék menni, és pótfelvételét írtak ki a matematika-fizika tanári szakra, és mondták, hogy jelentkezzek oda. Hát miután ez elég közel állt az én érdeklődésemhez, a gépészmérnökség nem volt igazán kedvemre való, nekem a fizika volt a szívem közepe. De hát matematika-fizika, ez így jól elmegy. Felvételiztem, megint jó sikerült a felvételi, kapom az értesítést, helyi jel miatt nem vehető fel. Ugye helyi jel ott, ahol pótfelvételit írtak ki. De fellebezhetek a minisztériumba. És most jön az érdekesség. A minisztériumnak volt állítólag jogosultsága arra, hogy minden évben országosan 10 úgynevezett X-es származású gyereket vegyenek fel egyetemekre. Most én benne voltam ebben a 10-ben, és mondták, pozitív döntést hoztak, tehát föl lehet menni egyetemre. És akkor jöttem egy kérdést, na most akkor hova akarok menni, a műegyetemre, vagy a TTK-ra? Tehát én az osztályidegen abban a helyzetben voltam, hogy válogathattam, hogy melyik felsőoktatási intézményben menjek, ami egy kicsit paradoxnak tűnik az akkori szituációban. Én végül a TTK-t választottam, és beiratkoztam első évben matematika-fizika tanári szakra, amiből a harmad évben vált ki külön a matematikus szak. Első munkahelye a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium autóközlekedési vezérigazgatósága, ahol matematikusként dolgozott. Hogy került oda, és milyen feladatai voltak? Az igazság az, hogy az utolsó két egyetemi évemben úgynevezett társadalmi ösztöndíjat kaptam ettől az intézménytől, úgyhogy ebben a feltételében az volt, hogy annyi ideig ott kell dolgozzak, amennyi ideig kaptam az ösztöndíjat. Ott próbálták meghonosítani ilyen haladó szellemben a számítástudomány, meg a számítástechnika és a matematika által kínált lehetőségeket. Tehát még további két évet ott maradtam, és hát végül 1968-ban váltam meg tőlük. Most közben volt egy érdekes epizód. 1967-ben a Nemzetközi Információfeldolgozási Szövetség tartott egy szemináriumot Londonba, egy 5 hónapos szemináriumot Londonba, amire sikerült kijutnom, ami egy rendkívüli különleges eseménynek minősült. Gondolja meg, 1967-ben közel fél évre nyugatra menni, és ennek ráadásul még a költségeket is itthonról fedezték. 1968-tól már a Nehézipari Minisztérium Ipargazdaság és Üzemszervezési Intézetében a matematikai osztályvezetője volt. Miért váltott munkahelyet, és itt milyen kollégák, milyen feladatok várták? Igen, hát az első munkahelyemen matematikusként dolgoztam, de egyedül voltam. És tulajdonképpen ez a szakmát úgy lehet jól művelni, hogyha valamilyen csoportban csinálja az ember. Egymást, ugye ez a cross-fertilization, angolnak egy jó kifejezése van, ami azt jelenti, hogy keresztbe megtermékenyítés. Tehát egymás gondolatait tudjuk segíteni, kibontakozni. Na most a Némigüsziben egy nagyon jó társaság volt, matematikusokból álló társaság. Havas Miklósnak nagyon kulcsponti szerepe volt, aztán a Hepes Aladárt is ő hívta oda, tehát az Aladár később került oda a Némigüsziben, mint én. Milyen eszközök voltak akkor a Némigüsziben? A Némigüsziben volt az ország első nyugati, komoly teljesítményű számítógépe, az Elliot 803B típusú gép, ami a mai szemmel nézve nevetséges, egy karóra ezerszer többet tud, mint akkor az a nagy gép, ami nagy terembe kellett tartani, légkondicionált körülmények között, steril papucsokba, meg sapkába kellett belépni a gépterembe, az embernek ott volt dolga, amit egyébként nem nagyon támogattak, hogy elbe menjünk. De lényeg az, hogy az volt a kincse a Némigüszinek, ez az Elliot számítógép. Nagyon jó volt, volt hozzá olyan fordító program, amivel korszerű programozási nyelveket lehetett használni,
beleértve például az algolt is, ami egy elég bonyolult nyelv ahhoz, hogy az számítógépre át lehessen ültetni, de sikerült és működött. És nagyon sokan jártak oda az iparból, úgyhogy a számítógép időt béreltek. De mi ezzel foglalkoztunk, mi saját algoritmusainkat fejlesztettük, és külső megbízásokat teljesítettünk, olyan megbízásokat, amik matematikailag valamilyen érdekességet tartalmaztak. Tudna ilyet mondani? Csepelvas és fényművek részére végeztünk vágási veszteségminimalizálást. 1975-től 10 évig az Infelor, később Számkész Szának néven ismert intézménynél az operáció kutatási osztályvezetője. Úgy tudom, akkor többen mentek át az Infelorba. Mi volt ennek az oka, és milyen szakmai feladatok voltak ott? Az Infelor egy igen jó hírű társaság volt, így mondom, hogy társaság, mert tulajdonképpen vállalatként működött, de az egész minden nagy család. Legalábbis én így ismertem meg kívülről, és hát ott szintén sok ismerős volt, és felmerült a gondolat, hogy az ottani igazgató Rabár Ferenc, aki kiváló emberismerettel és kedvességgel vezette a vállalatot, hogy egy operációkutatási központot hozzon létre ott. És hát tulajdonképpen a Nimigusziben mi egy elég erős operációkutatási részleget jelentettünk, és hát a kettőnek az egyesítése az egy kézenfekvő dolog volt, kivéve a Nimigusinek, de hát szerencsére akkor azért a szabad munkavállalás az már érvényesült, és hát átmentünk az Infelorba, akkor Infelor volt. Ott tulajdonképpen a tevékenységünk hasonló volt, mint a Nimigusziben. Ezek általában mondom olyanok voltak, hogy valami érdekesség volt benne, valami matematikai plusz, valami újszerűség, amiből gyakran publikáció is született. 1985-től a Stakiban az alkalmazott matematikai főosztály vezetője. Kikkel és milyen feladatokon dolgozott? Milyen jelentős eredmények születtek ott? Oda úgy kerültem, hogy Prikop András, aki ott ennek az alkalmazott matematikai főosztálynak volt a vezetője, komoly külföldi meghívásnak készült eleget tenni, és valakit maga helyére szeretett volna biztosítani, és hát valamilyen módon bennem látta ezt a utódot, és így lettem én az alkalmazott matematikai főosztály vezető helyettese, majd amikor új pályázati periódus kezdődött, akkor pedig már megpályáztam a főosztály vezetői állást, és akkor 5 éves megbízatásnak tettem eleget, 1994. A feladatok jellege még inkább a tudományos igényességű alkalmazás irányába tolódott el, termékoptimalizálástól kezdve folyamoptimalizálás, sztohasztikus folyamatok, Balatonnak a vízszintjének a szabályozása, és sorolat, mert még tulajdonképpen hosszú listát lehetne megtölteni azokkal igen érdekes gyakorlati alkalmazásokkal, amik ott születtek, és amelyek igényeltek komoly matematikai felkészültséget. MTECT tanítványai is voltak ott. Ha jól tudom, akkor 1985-től oktatott az ELTE-n. Milyen tárgyakat? Amit én oktattam, az az operációkutatás számítástechnikai módszerei. Mert nem elég egy algoritmus megtervezni, azt implementálni, számítógépre átültetni is kell. És ez egy egészen különleges technikát igényel, az úgynevezett implementációs technológia, és én ennek a alapjait oktattam az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen matematikus hallgatóknak. 1991-ben egy egészen új életet kezdett. 15 évig amerikai és angol egyetemeken tanított. Mielőtt ennek a részleteiről beszélnénk, elmondaná, hogy mi okozta ezt a váltást? Az helyzet az, hogy korábban több külföldi meghívásom volt, amiknek nem tudtam eleget tenni, mert egy főosztály vezetés mellett hát ezt nem lehet csinálni. Most, amikor lejárt a megbízatásom 1990-ben, akkor a Stakit amúgy is strukturálisan átszervezte a új igazgató, és ez egy alkalom volt arra, hogy miután megszűnt az alkalmazott matematikai főosztály, hogy kicsit szabadabban mozogjak, és eleget tegyek külföldi meghívásoknak. Ez először a
Rutgers Egyetem, az Egyesült Államok beli Rutgers Egyetem volt, ahol mentem tulajdonképpen másfél év időtartamra. Utána pedig, hogy miért mentem el, mert hogy meghívtak. Akkor itt rögtön az elsőnél, hadd kérdezzem, hogy itt az Egyesült Államokban, ahol egy operációkutatási központban volt nyilvános rendes tanár, egyetemi tanár, igazából ott mit tanított, milyen közösséget talált? A személyzet ezen az operációkutatási központon kiváló matematikusokból és kiváló operációkutatókból áll. Ennek következtében sok PhD hallgatója volt ennek az operációkutatási központnak, és azoknak az oktatása és témavezetése volt az ember feladata részben, de nagyobb rész kutatás, kutatási teljesítmény. Találkozott valamilyen különleges technikai háttérrel, olyan feladatokkal, amik különösebben izgatták, vagy? Hát az az időszak volt, amikor a személyi számítógépek elkezdtek elterjedni, és egyre inkább alkalmassá váltak operációkutatási feladatok megoldására, de időközben az érdeklődésem a speciális lineáris programozási feladat felé fordult, ez pedig a hálózat optimalizálás. Nagy gyakorlati jelentősége van. 93 és 96 között viszont már Londonban tanít. Hogy került Londonba, és milyen változást tapasztalt, milyen különbség volt a két egyetem között? Igen, hát jókora különbség volt a két egyetem között, azt előre mondhatom. Hogy kerültem oda? Úgy, hogy addigra az eredményeim alapján, hát már ismert személy voltam, ebbenekes ezen a szakterületen. A Brunel Egyetemen volt egy professzor, Gautam Mitrának hívták, aki fölfigyelt arra, hogy én nekem van egy saját fejlesztésű, komoly teljesítményű szimplex megoldó algoritmusom, illetőleg programom, és az ő kutatásához erre nagy szükség lett volna, és elkezdett hívogatni, hogy menjek ki, és az amerikai másfél év után, hogy úgy mondjam, szabad voltam, és akkor mentem át a bizonyos meghívásra. Először csak egy évre szólt a meghívás, mert aztán kitolódott, és 3,5 év lett belőle. Egy nagyon jó alkotói periódus volt ez a szakasz az életemben, mert kevés oktatási feladatom volt, viszont kutatási annál több. Jó érzés volt, hogy komolyabb haszna van annak, amit az ember csinál. 1996-tól 10 éven át az ugyancsak Londonban található Imperial College számítástudományi tanszékének volt a professzora. Milyen szakmai, technikai, emberi környezetben dolgozott itt? Az Imperial College az egy más kategória. A három angol elit egyetem egyike, ugye van az Oxford, a Cambridge és Londonban az Imperial College. Nobel-díjasoknak a tárháza, többek közt Gábor Dénes is ott volt, ott kapott Nobel-díjat a hologram kifejlesztésére. Na minden esetre ez a számítástudományi tanszék, az a Department of Computing, ahol én voltam, ahova kerültem. 10 évig dolgozott ott. Milyen 10 év volt ez? Az eredmény ott született meg, ez a bizonyos könyv, a Computational Techniques of the Simplex Method. Ez addigi életművemnek az összefoglalása, rendszerbe foglalása és hát közkincsi tétele. És milyen tárgyakat oktatott ott? Hát ott elsősorban olyan tárgyat, amit magam fejlesztettem ki, ennek az volt a neve, hogy Advanced Operations Research, vagyis haladók, operációkutatás haladóknak mondjuk így. Azt vettem észre, hogy a hallgatók ennek problémái vannak a lineáris programozással, vagyis az én tárgyamban, de milyen problémái? Alapfokú matematikai problémái. Ezek nem matematikus hallgatók, ezek számítástechnikai hallgatók voltak, és az én tárgyamhoz szükséges volt lineáris algebrának a ismerete. És ki kellett fejlesztenem egy lineáris algebra kurzust kifejezetten ezeknek a hallgatóknak. 2006-ban tért haza. Mi motiválta a hazatérését, és milyen lehetőségek vártak itthon? Ó, hát ez nagyon egyszerű oka van, hogy miért jöttem haza. Akkor lettem 65 éves, és elértem a kinti nyugdíjkorhatárt. Nem, ez nem azt jelenti, hogy ott nyugdíjba kellett volna mennem, de én úgy gondoltam, hogy itthon a helyem, és egyrészt családi okok miatt
született már egy unokám, és hát várható volt, hogy még további unokáim lesznek. És nem fényképről akartam ismerni őket, hanem azért húsér valóságunkban. Úgyhogy ez egy nagyon erős ok volt. Na most az Imperial College az nagyon akart engem visszatartani, úgyhogy végül egy kompromisszumos megoldást született. Úgyhogy 3 éven keresztül a tavaszi szemeszterre visszajártam oda, és a kurzusomat oktattam. Hazatértekor a Veszprémi székhelyi Pannon Egyetem rendszer- és számítástudományi tanszékének egyetemi tanára lett. Mit tanít itt, és milyenek itt a diákok és a technikai viszonyok? Hát előjáróban meg kell említenem, hogy amikor hazajöttem, majd az volt a szándékom, hogy hazajövök, azt komolyan gondoltam, hogy nyugdíjba megyek. Na most ezzel együtt Veszprémből kaptam egy meghívást, hogy volna-e kedvem csatlakozni az 5 följövő operációkutatási társasághoz, és úgy döntöttem, hogy elfogadom. És hát ott egyrészt oktattam ugye a szakmai kompetenciámba tartozó tárgyakat, de csak mesterképzésben és PhD képzésben vettem részt, alapfokú képzésben nem. És hát kutatási témákat vezettem, kutatócsoportot létesítettem. Kik voltak azok, akik hívták? Friedler Ferenc volt a dékán, egyben a rendszer- és számítástudományi tanszéknek a vezetője. Milyen kutatási eredményeket értek el, és ezeknek milyen hasznosulásáról tud esetleg? Veszprémi tevékenységem során főleg ilyen alkalmazott kutatás volt, amit folytattam. Külső megbízásos munkák voltak részben, másrészt belső elhatározásból kutatási projektek, amiknek eredményei sikeres publikációkban testesültek meg. 2012-től a Pannon Egyetem professzor emeritusa. Ez az elismerés mit jelent önnek, és milyen most a kapcsolata az egyetemmel? Ez tulajdonképpen egy átmenet a aktív és a nyugdíjas kor között. Ez egy nagyon humánus átmenet. Elsősorban oktatással és PhD hallgatók témavezetésével foglalkoztam. Jelentős a tudományos munkája. 1981-ben kandidátusi, 83-ban egyetemi doktori, majd 2006-ban az MTA doktori címet szerezte meg. Ebben az évben jött haza, hosszabb külföldi útjáról. A nagy doktori fokozat elnyerésében döntő szerepet játszott ez a kutatási monográfia, amiről már beszéltünk, tehát az a Computational Techniques of the Simplex Method, az tartalmazta elért tudományos eredményeinek a jelentős részét. 2002-ben megjelent átfogó monográfiáján túl számos könyv szerzője, társszerzője. Mi motiválja az írásra? Hát úgy gondolom, hogy az ismeretek, amiket én megszereztem, azoknak egy jó része szélesebb körben is hasznosítható, mások számára is hasznosítható, és akkor azt nem kell újból kitalálni. Tehát tulajdonképpen a tudománynak ez a fejlődési rendje, én egy kis mozaikkal hozzájárultam, azt hiszem. Kis mozaikat mond, de ehhez képest a könyveink túl nemzetközileg jegyzett szakmai folyóirat alapításában, szerkesztésében vett részt. Ezekhez hogy volt szabad ideje? Hogy indultak ezek? Hát igazság az, hogy sok kicsi idő nagyon sokra megy, és azért végül néha én is időzavarba kerültem, de voltak prioritások, és a prioritások azok idővel változóak voltak. Így például, amikor a folyóiratot elhatároztuk, hogy megalapítjuk, akkor az volt a célkeresztben. Készülve a mai találkozásra, sokat olvastam erről, és mindenhol előfordult az a félmondat, hogy 12 szimplex alapú optimalizációs rendszer fő konstruktúra. Igazából mit jelent ez? A szimplex módszer, amit már említettem, az a lineáris optimalizálás, vagy lineáris programozási feladatnak a megoldó algoritmusa. Most ennek az implementálása, vagyis a számítógépre való átültetése, az nem egy egyszerű feladat, és sok mindent figyelembe kell venni. Hát például az, hogy milyen számítástechnikai bázison akarjuk megoldani a feladatokat, vagy ne akarjuk ezt a módszert, hogy működjön. Az a számítástechnikai bázis, mekkora számítógépnek a operatív memóriája, mennyi a háttérmemóriája, milyen gyors a háttérmemóriája. Rengeteg paraméter
határozza meg, hogy hogyan kell megtervezni egy algoritmusnak az implementációját. Miután a számítástechnikai eszközök fejlődtek, azon kívül a matematikai apparátus is fejlődött, hát újabb és újabb implementációkat lehetett és kellett csinálni. Most, hogy főkonstruktőr, az azt jelenti, hogy én adtam meg az egésznek a keretét, sőt, bizonyos esetekben a részlet, eleinte még a részleteket is, de mindenképpen az én, hogy úgy mondjam, szellemi termékemnek a megvalósulásáról volt szó. És említeni néhányat, hogy milyen eszközökre? Tehát ilyen IBM 360-370 kompatibilis gépek, az úgynevezett R-sorozat gépei, ami az akkor szocialista országoknak a számítógép sorozatát jelentette. Kezdődött az R10-zel, egész ment az R55-ig vagy R60-ig. Most az R10 az egy kis gép volt, hogy valamilyen mégis értelmes méretű feladatokat meg lehessen oldani. Fantasztikus, különleges eljárásokat kellett csinálni. Ez a számítógépnek a pici memóriájában a programnak is, meg az adatoknak is helyet kellett biztosítani, de hát a programnak csak az a részét tettük be a memóriába, ami éppen futott, és hát vigyázni kellett, hogy ne kelljen sokat túl gyakran és túl sokat cserélgetni a programokat, meg az adatokat, mert óriási különbségek jöttek ki futási időben, hogyha ezt rosszul csináltuk, meg volt olyan, hogy egy másodperc helyett 3 percig csinálta, még valamilyen módon megtalálta azt, hogy a program részletet, ami kellett. És végül egy ilyen gépen, ilyen pici gépen, aminek a memóriája 32K kilobájt. És ezen a 32 kilobájton osztódott az operációs rendszernek a memóriában maradó része a mi programunk és a mi adataink. Későbbiekben már kicsit javult a helyzet, nagyobb volt a memória, nagyobb volt a háttértár, gyorsabbak a gépek. Ennek következtében az algoritmusoknak a struktúráját is lehetett kicsit szabadabban változtatni, nem voltunk annyira megszorítva, és ennek következtében újabb és újabb algoritmikus technikákkal tudtuk gazdagítani az implementációkat. Számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el szakmai munkásságát. 1976-ban Farkas Gyula, 89-ben Kalmár László, 2011-ben Egervári díjat, és most 2018-ban Fejes Tóth László díjat kapott a Pannon Egyetemen. Van ezek között valami különösen kedves önnek? Természetesen mindig, amikor kapom, akkor az a legkedvesebb. Úgyhogy most a Fejes Tóth László díja a legkedvesebb. Végül még azt megkérdezném, hogy az elkövetkező években, évtizedekben az ön által vezetett kutatások milyen irányba folytatódnak? Kik lehetnek a partnerek? És milyen eredmények várhatóak? Látványos fejlődést nem várok, viszont azt várom, hogy az új számítástechnikai környezethez jobban alkalmazkodó algoritmusok lesznek az uralkodók. Mit értek ezen? Az, hogy párhuzamos aritmetika, a paralel számítás módszerek, illetve a paralel számítási bázisok, felhőszámítás. Tehát a modern számítástudománynak a vívmányait kihasználó, optimalizáló algoritmusok fognak születni, és ezek, amikben még megoldhatatlannak tekintünk feladatot, valószínűleg tartom, hogy azokat és a megoldhatóság kategóriájába fogjuk sorolni. Tehát arra a korábbi kérdésére visszatérve, mit jelent az, hogy kisméretű feladat, meg nagyméretű feladat, hát ami ma nagy méretű vagy óriási méretű, az lehet, hogy 10 év múlva közepes méretű lesz. Köszönöm szépen.